A Sopron Basket női kosárlabda csapata nem csak bejutott az idei Euroliga Final Four-ba, hanem a négyes döntő rendezési jogát is elnyerte. Egy hónappal az esemény előtt a soproniak a Magyar Kupa 8-as döntőjével készültek a szervezésre, és bár a követelmények mások lesznek, igyekeznek a legjobban kihasználni a lehetőségeiket. Ez egy retro Final Four lesz. Ezt a szónak a jó értelmében kell értelmezni. Azt szeretnénk, hogy ne a pénzről szóljon ez a Final Four, hanem arról szóljon, hogy mi magyarok megmutatjuk azt, hogy leleményességgel, nagy szívvel, kitartással hogyan lehet egy világeseményt megrendezni egy kisváros körülményei között úgy, hogy az közben színvonalas tudjon maradni. A csarnok adottságaiból adódóan azonban most nem lesz lehetőség az elmúlt években látott orosz és török szervezésben megszokott 10 000-es nézőszámot elérni. Magyarországon, Sopronban talán a FIBA egy olyan lehetőséget látott, ami a közép-európai régiót, a környező országokat sokkal inkább meg tudja mozgatni. Egyébként ez már most meg is jelent, óriási az érdeklődés a környező országokból az esemény iránt, hiszen könnyen megközelíthető célpont vagyunk. És talán az sem mellékes, hogy Sopron egy tradicionális kosárlabdaváros. Bekerültünk a döntőbe, és én nagyon örülök neki, hogy itt lesz Sopronban, mert azért Ausztriából a törökök is jönnek majd szurkolni. A soproniak meg nagyon reménykednek, hogy újból ott leszünk, legalább a dobogón valamelyik csapatot majd csak meg tudjuk verni, úgyhogy bízok benne, hogy sokan leszünk. Én úgy gondolom, hogy a Sopron a kosárlabda Magyarországon szerintem a fellegvára. Hát bízunk benne, hogy rendezhetünk még ilyen eseményt, úgyhogy kívánom a lányoknak, hogy nagyon jó szerepeljenek a döntőbe. Sopronban ebbe az évben látszik, hogy színvonalas kosárlabda munka folyik, és minden dicséretet megérdemelik a lányok, hogy bejutottak. Úgy érzem, hogy egy körön túl mehetünk, és eredményesek lehetünk a Final Four-ba is. A nemzetközi tornára a csapat otthona ismét átalakul. A néhány éve átadott hátsó pályára újra mobil lelátót állítanak, így a csarnok a mostani 2200-ról 3500 főbe fogadó képességűvé bővül. Az idei Euroliga Final Four-t április 20-a és 22-e között rendezik, a FIBA illetékesei kedden tekintik meg a helyszínt.